Mit tapasztaltatok most? Hát mert az egyik traktornál volt az, hogy dadogott az alapjárat, akkor kicseréltük a szűrőket, ezt a kocsinál semmi volt benne, beleraktuk az új szűrőt, de hát ugye menni mehet, csak ilyen nem egyenletesen járt, és akkor most raktunk a tankjába ezt a gyűjtést. Akkor a kollega azt mondja, hogy most előképesen is tudok a szervezet. Hát mert az jelentkezett, hogy nem akart menni, fejében kislőtt a raktor. És akkor megnéztetek a szűrőket? Igen, a szűrőket levettük, tele volt ebből a kocsonyás anyaggal, meg az előszűrő, az ízek pohár, az ülepítő pohár, az is tele volt. Egy az egyben, az így be volt feketezve. Uh-huh. És azt lehetett is látni, amikor azt kiengedtük a vízleengedő részén, hogy ez a gyúvás, amíg ezt volt. Hát ott egy az egyben, abban a tartályban látszik a gyúvás. Ilyen volt az összes. Igen, az volt az első, ami le lett szedve, Azt néztem, hogy azóta van benn, azóta van benn 1156 kilométer. Jó. Vissza. Nézzük meg ezt az olajt most. Kiveszed? Mennyire koszos. Mennyire mocskos. Sajnálom. Ezt szeretem. Nagyon finom halvány, ez ugyan a színe, mint az olyan. Nagyon minimális. Mennyinél már? Ugyan sok fekete tudjátok. Tehát 2040 km olajcsere volt rá. Igen, nézzük meg, hogy most mi van. Koszosodik ez, csak később koszosodik. Ennyire fekete az olaj. Igen, ez teljesen. 800, nem, 786 ezer, de van egy olyan. De ez a koszosodás, később koszosodás, mert jobb az égés. Igen. Ugye nézem vissza a kilométer óra, hogy ez 786, 230 van benne, és 2040 km-t mentünk azóta itt a napon. Látunk, gyakorlatilag az alapjáratban.